Sziasztok, én Évi vagyok, üdvözöllek titeket a csatornámon, ahol a Zero Waste, azaz hulladékmentes életmód témában osztok meg ötleteket és tanácsokat a mindennapokra vonatkozóan. A nyárnak vége jó gyorsan eltelt. Ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy vajon mivel ütöttem el az időt az elmúlt két hónapban. Szóval a mai videó témája a környezetbarát iskolakezdés lesz. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem gyerekként az augusztus vége, szeptember eleje kicsit olyan volt, mint a karácsony. Alig vártam, hogy anyukámmal bevethessük magunkat a papírboltba, és vegyünk új füzeteket, tolltartót, tollakat, ceruzákat, iskolatáskát, és most így utólag jobban belegondolva, kicsit több odafigyeléssel, nem csak a pénztárcánknak, de a környezetnek is jót tettünk volna azzal, hogy nem veszünk meg ennyi felesleges kacatot. De nektek már nem kell beleesni ebbe a régi hibába, mert összegyűjtöttem néhány olyan tippet, amivel fenntarthatóbbá tehetitek az iskolakezdést. Vágjunk is bele! Az első és legfontosabb eszköz a jegyzetfüzet. A legkörnyezetbarátabb megoldás az, hogyha használtan veszed, ám ha mégis új füzetet veszel, akkor választhatsz olyat, ami újrahasznosított papírból készül. Ha pedig nem spirálos, hanem sima füzetet veszel, akkor élete végeztével nyugodtan beleteheted a papíros szelektív kukába. Korábban gyakran megesett velem az, hogy használtam egy fél éven keresztül egy füzetet, és annak ellenére, hogy nem jegyzeteltem tele és maradt benne jó pár üres lap, a következő fél évben új füzetet vettem, ami elég nagy pazarlás, úgyhogy igyekez kihozni a maximumot belőlük. A következő tanácsom az, hogy válts újra tölthető tollra. Ezzel egyébként rengeteget spórolhatsz is, hiszen nem kell újra és újra megvenned az eldobható tollakat, amik egyébként nagyon hamar kifogynak, és pont amikor szükséged van egy jól fogó tollra, akkor egy sincs kéznél. Ez mással is így van, vagy csak velem? Nekem hatalmas segítséget jelent a tanulásban, hogyha neon vagy ilyen-olyan színekkel kijelölöm a fontosabb szövegeket. Korábban erre a célra kijelölő filcet használtam, amik szintén elég hamar kifogynak, és mivel nem újra hasznosítható eszközről beszélünk, ezért megy szépen a kommunális kukába. Úgyhogy nagyon megörültem, amikor találtam kijelölő ceruzát. Bár szeretek papíron jegyzetelni és kezembe fogni egy igazi tankönyvet, igyekszem kiváltani a papíralapú eszközeimet digitálisra. Például pár héttel ezelőtt az a szerencsétlenség történt velem, hogy elhagytam a naptáramat. Viszont ahelyett, hogy rohantam volna venni egy újat, elkezdtem megbarátkozni a Google naptárral. Igen, tudom, egy digitális analfabéta vagyok. És ha már a digitális eszközöknél tartunk, szeretném megemlíteni az Ecosia-t, ami egy olyan kereső, mint a Google, csak ők épp a profitot nem csupán az oldal fejlesztésére, hanem fák ültetésére is fordítják. Elméletileg minden 45. keresésnek köszönhetően ültetnek egy fát. Nálunk az egyetemen rengeteg az olvasnivaló, minden hétre fel van adva egy tucat szakirodalom. Ezeket vagy kinyomtatva kapjuk, vagy nekünk kell felelni. Ilyenkor e-book olvasót használok, vagy egyszerűen csak kikölcsönzöm a könyvtárból. Nyilván a suliba 10 órait vagy ebédet is vinned kell magaddal, viszont gondolom nem szeretnéd mindig ételhordó dobozokkal teletömni a táskádat, amiket aztán cipelhetsz egész nap magaddal, úgyhogy hadd mutassam be nektek a mosható újraszalvétát. Erről egyébként már sokan kérdezősködtetek, hogy mi ez, hogy működik, hol tudjátok beszerezni. Az újraszalvéta tulajdonképpen az alufóliát és a folpakot tudja helyettesíteni. A belseje élelmiszerbiztos pullanyagból van, a külseje pedig textilből. Én többnyire sajtvásárláskor használom őket a piacon, vagy csomagolhatsz bele szendvicset is. Létezik belőle uzsonnatáska verzió, aminek még a méretét is lehet állítani. És jó hírem van, mert ezeket mind megtalálod Lencsi Zero Waste-nél. Ha nála vásárolsz és rám hivatkozol, akkor 10% kedvezményt is kaphatsz. A linkjét megtaláljátok lent a leírásban. A kulacsot lassan már minden videómban megemlítem, de úgy gondolom, hogy nem lehet elégszer elmondani. Amióta kulacsot használok, azóta nem vettem PET palackos üdítőt. Ez mindig nálam van, mindig kéznél van, hogyha van rá módom, egyszerűen csak újra töltöm. Sokan kérdezik, hogy a városban járva hogyan tudják ezt megoldani. Bevallom őszintén, legtöbb esetben csak bemegyek egy kávézóba és megkérem, hogy töltsék újra a csapvízzel vagy szűrt vízzel, de van egy applikáció, aminek a segítségével felelheted azokat a helyeket, ahol egészen biztosan újra fogják tölteni a kulacsodat ivóvíz minőségű vízzel. Ennek a linkje is ott lesz a leírásban. Suliba menet vagy 2 óra között szeretek kávézni, viszont a nagy sietség miatt gyakran elvitelre kérem, ezért mindig van nálam egy újrahasználható bambusz kávéspohár, amivel ki tudom váltani az eldobhatót. Sőt, nem hiszitek el, egyes kávézókban még a kávéspohár árát is megspórolhatom ezzel, így már azért a drágább helyek is kicsit olcsóbbak. És végül, de nem utolsó sorban, véleményem szerint érdemes beleinvestálni egy jó minőségű strapabíró hátitáskába, amit hosszú-hosszú éveken át tudsz használni. Én a Fjallraven Kanken
referálom, biztosan rosszul ejtem a nevét, ezért ne kövezzetek meg. Utólag tudtam meg egyébként, hogy újrahasznosított anyagból készült verzió is kapható ebből, de a legjobb igazából az, ha ezt is, mint minden mást használtan veszed. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és hogyha szeretnétek még hasonló tartalmakkal találkozni, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra. Kommentben írjátok meg a ti ökosulis tippjeiteket, mindenkinek kellemes iskolakezdést kívánok, találkozunk jövő héten, sziasztok!